ennyi idő már az izmúnak a memóriájában van. A Brawl Stars játékosok miután látják ezt az ikont, hm, miért is ne meg, miért is ne omja meg, és jön a jump scare. Én amúgy szeretem meg tök fenni, hogy ilyet a játékba. Az általános módja annak, hogy a like gombot használjuk, igen, a legrosszabb játékos mindenki belájkolja, ez egy fan art, ami ehhez lett készítve, szerintem tökös és elég sok like kapott egyébként a redditen egy nap alatt. Hogy lehet ennyire igaz? Brawl 2022-ben kiveszi a ládákat, a megaboxot sima boxot, big boxot. Brawl Stars 2024-ben most is ugye 10 megaboxot fogunk kapni, illetve berakták a különböző ládákat a kupákhoz majd, ami a következő update-ban fog érkezni. Ugye volt erről külön videóm. Érdekes, hogy így visszakerül, viszont ebből is dolgokat nem fogunk kapni. Minden esetre szerintem ez nem árt a játéknak, nem olyan, mint a régi ládák, vannak sztárdropjaink is, szóval megértem, hogy az emberek furcsaják ezt az egész dolgot, minden esetre kevés mindenkinek lesznek ilyen ládái. Nekem például nem hiszem, hogy sokszor. Majdnem szívrohamot kapott ez a játékos és a Power level 12, pánik nem fog jönni. Na ez nagyon jó, erről is beszéltem egy korábbi videóban, ha nem láttad volna, akkor csekkod le. Köszönjük az ingyen fejlődést, ez nem sok, de legalább jó dolog, és ingyen van. Ugye volt a dupla startup eventünk, ami a kínai brawl rengetegszer van, illetve vannak sima eventjeink néha, amiben egy kis startupot, meg egy kis coin is szoktunk néha-néha kaposgatni. Ezt a randomoknak látniuk kell, hogy tudják ezt, hogyha itt vagytok, és a játszatok tulajdonképpen, akkor ezekre az irányokra álltok, hogy hova fog menni a labda. tehát, tehát hogyha előre álltok, akkor közelre megy, középen, ha ide mentek, akkor balra közelre, jobbra közelre, balra középre, jobbra középre, nagyon messzire fog menni, balra messzire és jobb messzire. Egyébként egyértelmű, pont az ellentétes irányba fog menni. Tehát, hogyha előre álltok, akkor közelre fog menni, ha hátra akkor pedig messzebbre, és nyilván az ellentétes irányba, mint tudjuk, az erőplabdánál is működik. Ez az elején én nem teljesen értettem, nem random, tehát hogy uh, nem mindegy, hogy hova álltok tulajdonképpen. Reméljük, hogy a Hypercharger meg fogja javítani, ugye a Rász a Squad busters a legjobb karakter konkrétan. Most ott ki az update, nemrég volt ezekről is videóm, egyébként csak egyébként csak kicsit elrontottam, már nem csináltam az évet támnélt időben. Rász a Brawl stars egy elfelejtett rossz karakter, így van, tehát kicsit szomorú, kicsit gagyi, reméljük, hogy a Hypercharge- megjavítja majd, Squad busters ben pedig brutálisan OP egyébként. Ami nem feltétlenül baj, csak akkor a Brawl stars hogy csinálj rá Na ez hogyan tört? történhet meg? Itt van egy nagyon menő fanart, tulajdonképpen 600 lájkot kapott, azóta már egyébként többet. Legóból kirakta valaki Kolonel Ruffsnak a fejét, és valaki, aki tulajdonképpen csak kiposztolta azt, hogy ki akar lépni a játékból, mert visszaesett, és nem ért el a Masterset, az pedig hát 1300 appotot kapott. Hát na, no, a kreativitást nem feltétlenül mindig egyébként díjazzák. Mit gondoltok, srácok, az új Trophy Reset amit bejelentettek? Rit gondoltam, hogy nézzünk egy kommentet, hogy az emberek mit gondolnak. Nem láttam, hogy XP duplázók vannak a dobozban. Hát, ja. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, az, hogy nem lesz underdog. Nem akarok azért kupát veszíteni, mert az egyik random egy level 6-es karaktert hoz, mert 1000 plusz kupán akar játszani. Reméljük, ez kevesebb szer fog előfordulni. Igen, az XP duplázók az boroztársnak az ilyen elterelő hadművelete, hogy beraktak mindenhova, hogy megnöveljék az értékét valaminek, azzal, hogy tulajdonképpen nem növelik meg az értékét. Elég furú, hogy az új ládákból ezt fogjuk kapni. Na, valaki motivált lesz, hogy grándolja kupáit. 1000 kupa az nagyjából rank el fog megfelelni, ami trofea inflációt jelent, tehát nekem is játszanom kéne, mert nagyon kevés kupán vannak a brólerém. Szóval, hogyha egy nagyon sok brólerd van 35-ön, már konzisztens vagy, akkor tulajdonképpen egy csomó reményt fogsz kapni az update miatt, ami igaz, nagy rész kozmetikai. Igen, és ott van az a title, meg az a rang 35-ös dolog, amit egy csomó játékos nem szerethet meg, de egy csomó mindenki felvintrédelt, sajtolt, vagy vagy csak egyszerűen felcsalta magát oda valahogy, és ők is megfejlő, sajnos kapni. De reméljük, hogy nem fogják a játékosok ronk 35-öket, 30 30-akat venni ilyen nagyon skemmes Discord szervereken, ami megint egy jó dolog lesz igazából, mert nem lesz nehéz 1000 kupát elérni, főleg meg már nem lesznek ronkok, szóval olyan nagy elismerést egy-egy karakterért nem feltétlenül fogunk kapni, csak hát ilyen személyes rekordokat fogunk tudni felállítani, ami egyébként szerintem nem rossz dolog. De nagyon örül, Perez, a játékos annak, hogy a saját kedvenc karakterével fog többet játszani, és nem lesz hátától. Aminek én is nagyon örülök. Ő kifejezetten a winstreak dolognak, és annak is, hogy jobb lesz az játékélmény. Több goldra van szükségünk, de inkább több ringet kapunk. Hát igen, kéne volt. Mi az értelme ennek? Szóval nem engedő, hogy megvegyem ezt az offert a hypercharge-ra, mivel nincsen pável level 11 a karakterre. Szóval nem fog hypercharge-okat kapni azokra a karakterekre, amikre nincsen pável level 11-em. Ugye? Nem, hát igen, lehet kapni hypercharge ami... Hát lehet egy motivációra is, hogy upgrade a adott karaktert, igazából meg ingyen van, meg sporton 5000 coin, szóval jó oldalát nézném. Viszont az idegesítő, idegesítő, mert nagyon nincs elég coin arra, hogy felfejlesztjük a karakterjenket, és nem értem, hogy ez a kettő hogy tud egyszerre létezni egyébként, szóval szerintem meg kéne engedniük egyébként inkább azt, hogy megvessük ezeket az offereket, és akkor mind a kettő maradhatna egymás mellett, úgyhogy egészséges. Na de akkor beszünk az új hypercharge-okról, amik fix érkezni fognak. Ugye ebbe a deadboxos videóban láthattuk Penny-nek a hypercharge ikonját. Most hát innen nem látunk sok mindent, csak annyit, hogy van hypercharge-a tulajdonképpen. Ott a töretje, tehát semmi, semmi olyan dolgot nem látunk, ami furcsa lenne. Ezen kívül Colonel Ruffs-nak akiről most beszéltünk, is ott van a Hypercharge egyébként, amire szintén nagyon kíváncsi vagyok. Ugye még négy karakternek fog ezen kívül érkezni. Hát remélem nem Kenji-nek, de arra is nagy ötletem. Nézzük meg ezt a Kenji Hypercharge koncepciót. Ott a Kenji benyomja a Hypercharge-ot. Ú, uh, és úgy szétválik egy árny, és még többet fog sebezni. Hát ez brutálisan OP-nak tűnik, csak hát ha például egy széfre nyomjuk, akkor semmi értelme nincsen, de sebzés kontrolla tök jó lenne. Nyilván ez csak full fun made, tehát hogy ez csak egy ilyen kis ötlet uh, tulajdonképpen, de nem menne rossz. Ki az, aki fel kell reggel, és ezeken a pályákon akar játszani? a baloldali pályát megértem, az kifejezetten undorító. Nekem a jobb oldali pályában nincs bajom. Az egy sniper map, idegesítő az a rész középen, azzal én nem szerettem, de megszoktam, és szeretek sniper karikat játszani, úgyhogy I take it. Na, valaki, valaki megoldotta a ne ér hozzá misztériumot. Ha összerakod, akkor itt látni egy képet uh, tulajdonképpen, ami szerintem nagyon hasonlít arra a részre, ami a kínai brolszázban az a story módszerű. Ez egy szoba látható. Itt három variáció van. Elvileg bal oldalt 599 dollárt mutat. Nem hiszem, hogy egybe fog kerülni valami. De itt az 599 dollár, ami nagyon-nagyon érdekes. Ilyen kis Halloween-i vibe-ot uh, láthatunk itt, és lehet, hogy vannak utalások a következő karaktereken, csak hát meg nem tudjuk, hogy mik lesznek az de az is lehet, hogy egy új környezetet akarnak ezzel bemutatni, de az is lehet, hogy itt baloldalt, ez a sapkás úri ember, ez valami új karakter lesz. Esnek igaza volt. Es ezt a képet talán 4-5 évvel ezelőtt posztolta. Több meg a skinber igaza a rank 50-nel igaza a trofirodot kibővítik, skines profilképek, harmadik megvásárolható valami, az ugye a Hypercharge, Basketball és Club És a token kepet megemelik tulajdonképpen, nem 500 400-ra a Brawl De azért vicces dolgok vannak ezen a képen, az biztos. Egy Brawl Stars reklám megmentette a füleimet. Kiaszájnak az új zenei videója, amit nagyon-nagyon sokan nem szeretnek, bejött előtté. Brawl Stars hogy a sokkal jobb volt a zene. Amúgy én szeretem kieszállni, de amit mostanában letol, ezzel a lunch is drámával, az valami brutálisan gáz. Ha nem tudjátok, miről van szó, jobban jártok. A zenei videója meg, a videó az menő, a zene az nem annyira rossz, mint mondják egyébként, de jórak sem mondanám a WinTrader-ek nagyon idegesek, hogy egy csomó pénzt elfecséreltek tulajdonképpen, és csak egy pint kapnak értük. <laughs> hát igen, nagyon sok a windtrader és az új rendszer tulajdonképpen pont azt szeretné, hogy ez megszűnjön, szóval működik a dolog. Szóval Rest in Peace Brawl Stars, ki fognak lépni ezek a játékosok, a legrosszabb update, mindent elrontottál, GG. Nagyon sok karakterük rank 35 ön van, egyetlen egy pint fognak kapni, így jártak. jártatok, srácok. Nem is értem egyébként, aki WinTrader és felmegy sok kupára, és elkölt egy csomó pénzt. Miért? direkt a játékot. Igen, megint a vintage -től. Nagyon béna update, ki fog lépni a játékból. Miért szupercel a vintage -re? sírnak? Azok az emberek, akik tényleg a kupákat. Ez az update nagyon jónak tűnik. Nyereményt is kapok a rang 35-jeimért, és több fejlődési dolgot, ami jó lesz nekem. Kíváncsi vagyok az update-re, és megvárom, míg megjön az update, hogy kiderítsem, hogy tényleg mi lesz. Én is kíváncsi vagyok egyébként nagyon. A level 1-es fiókát elrontotta a sácnak az automatikus fejlesztési funkció. Így van, sokáig nem léptek be a játékba, akkor van egy ilyen cucc. Nem tudom, kinyom még a level 1-es akuntot minden esetre. Vajon ez a mortis skin az, ami bekerült a játékba? Mert ugye. Ez, az, ez a James-keres dolog van, és négy Hypercharge Mortis skin ö, közül volt egy ilyen ö, skin amit itt láthattok, és ö, hát kicsit-kicsit hasonlít leginkább a felső variáció, ugye az az alap, ez pedig Hypercharge-os. Simán lehet, hogy egy Mortis ö, skin lesz az, tulajdonképpen, de lehet, hogy csak egy feldősödött Mortis, majd a kövédétbe kiderül, ami nem sokára itt lesz, persze, a Ne Nehet ezzel a skinnel már nem tudsz csetelni a társoddal mert akkor a kardja, a fegyvere, hogy nem láthatod, hogy mit írnak. Ki akarott találni, mi lesz a az update -ekbe? Csak nézd meg a kitörölt Clash funkciókat. Hát így van, ez a box, ez hasonló egy kitörölt boxhoz, ami a Clash volt. Ezek a kupák, ezek a Diamond kupák, vagy nem tudom, hogy hívták Clash ez most jön be, és a Clan Chest, az pedig a Megapik. Én azt gondolom, hogy például a Clan Chest az Clash jobb volt, mint a Clan War, de hogy uh, például ez a kupás dolog talán jobban élik a Bronze stars de ezt majd csak az idő fogja megmondani, hogy ez mennyire élik bele igazából, de én izgatottan várom, és hát a Clash is kezdhetne valamit, nem Pétó ínséggel, ám mint azzal hogy Dovin. Évek után, hogy játszok, és nem költöttem semmi pénzt a játékra, utolj, végre kimaxoltam az összes karakteremet, megvan neki Kenji, azért az nagyon durva lehetett, az nagyon durva lehetett Gigi a sácnak ez nagy teljesítmény. És kijön a level 12. Nope. Képzeltek bele, hogy milyen lesz a Brawl Stars és Minecraft kolab áprilisban. Na, én is ezt mondtam, hogy ennek örülnék a legjobban, és ilyen Minecraftos ládákat nyithatnánk ki. Na, ez, na, erre nagyon kíváncsi lennék egyébként. És vannak más ráutalókok is egyébként. Mert 2025 áprilisában ugye lesz ez a kolab és uh, nagyon-nagyon menő konap, és mi lesz áprilisában a jövő évnek, milyen film fog kijönni? a Minecraft film. Oh my god. Nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon remélem, hogy ez lesz. Én is ez volt az első dolog, amire gondoltam, mert én ezt szeretném a legjobban. Na, mi fog jönni a következő Brawl Talkban? 100 hogy a Trophy Reset Rework, új Edgar skin, ez gondolom szuper két új karakter, ez nagyon valószínű, Hyper Charskin, is valószínű, Ancestor Bell, ez is szuper celmékes. akkor az Edgar skin azt nem tudom honnan veszik. Lesz egy Halloween eventünk, hat új Hyper Charskin, a kettőt már tudunk, milyen koraboráció, illetve milyen, hogy milyen karakterek nem tudok beszélni, lehet, hogy lesz új kolab, Supercell még kinek, hát azok, azok itt vannak, de mindegy, és uh, Quality of Life Changes is biztos fog érkezni, így kiderül, hogy mi lesz az. A világ, hogyha assassinok nem léteznének. <laughs> hát uh, sokkal jobb lenne, de nem létezne a konkrétan. I just wanna be part of your symphony. Ha nem néztek titokot, nem tudjátok, miért énekelgetem, de lehet jobb is. Nagyon érdekes választás az, hogy mikor adták ki a karaktereket. Szóval, egy ilyen középkori tematikájú karakter, ami egy kastélynak a része, egy olyan szezonba adták ki, aminek a tenger volt a tematikája, egy séf, aki tengeri ételeket készít el, susit leginkább, és kiadták egy középkori tematikájú szezonba. Lehet, hogy fordítva jobb lett volna, csak hát azért ez nem olyan egyszerű, hogy nem tudták balanszolni, vagy a ritkaságaik miatt adták így fordítva. Mire este érdekes, döntés. Ez a sáz éppen letöltött a Brawl Stars, milyen tippet szeretnénk neki adni. Nagyon validnak tűnik a játék én is csapkodtam gyerekeket meg csináltam ezekről a videókat, de semmi értelme igazából játszottak a játékkal. Most már vannak peraboxok is, nem sokára, meg deadboxok, meg minden. De hát ennyi lett ez a videó, srácok, remélem, hogy tetszett, tetszett, tetszett a lelket, iratkozzatok fel, és YouTube szerint ezt a videót csak le, nem miután beírtátok a somackó